Nyugatádra látogattak a Kapsa Dixielandben tagjai. A művelődési központban megrendezett koncertjük egy dél-dunántúli cég szervezésében valósult meg. A társaság munkatársai a magas színvonalú zene kedvelői számára kínálnak különféle programokat, és a fiatalabb korosztály körében is szeretnék népszerűvé tenni a komoly zenei darabokat. A zenekar koncertje az első állomása annak az ifjúsági programsorozatnak, amelynek rendezvényeire bérletet is válthattak az érdeklődő diákok. 10-13 éve alakult a zenekar egy kollégiumi pincében. A törekvés az volt, hogy a fiataloknak játszunk inkább. Nyilván nekik mások az igényeik, nyilván nem egy beülős kocsma és egyéb, hanem zenés-táncos rendezvények voltak alapvetően megcélozva. A Dixieland a jazz egyik stílusa az 1910-es, 20-as években alakult ki. A jazzt New Orleansban a rabszolgának elhurcolt afrikaiak játszották, tőlük vették át az európai zenészek. Ők azonban a saját előadásmódjukban szólaltatták meg. Ennek eredményeképpen fejlődött ki a Dixieland, melynek fontos tulajdonságjegye az improvizáció. A stíluson is, amit most játszunk, talán hallatszik, hogy egy kicsit modernem, egy kicsit nem ez a nagyon, nagyon hagyományos, autentikus Dixielandet játszunk, hanem egy kicsit elmozdulunk egyéb modernebb stílusok felé is. Mivel ez a zenei stílus kevésbé elterjedt a fiatalabbak között, a koncertnek, akárcsak a programba tartozó másik két hangversenynek oktató célja is volt. A fellépők a zenei élmény mellett közérthető formában adtak tájékoztatást. Az általuk játszott darabokról, valamint a jazz műfajáról lényeges tudnivalókkal látták el a hallgatóságot. Tehát a maga a jazz az egy nagyon nagy átfogó műfaj, és igazság szerint ez alapvetően tánczeneként indult. Én ezt gondolom, hogy ezt lehetne talán visszahozni, és mi e felé is próbálunk, hogy maga azok a számok is egy kicsit felpesdítőbbek legyenek, mint korábban mondottam, és így talán jobban ehető ez a zene is a fiataloknak. Én úgy gondolom, hogy a fiatalok az eddigi tapasztalat alapján, hogy szerették, legfeljebb nem ismerték eddig, de a visszajelzések igen, igen jók. Az együttes elmondásuk szerint a Benkó Dixieland Band hagyományait követi. A zenéjük swinges, időnként a jazzrock irányába hajlik. Hogy mi szerepel a repertoárjukon és milyen módon adják elő a darabokat, gyakran a közönségtől teszik függővé. A zenészek különféle típusú rendezvényeken vállalnak fellépést. Játszottak már a rockszínpad kezdőzenekaraként, műegyetemi építész, illetve gólyabálokon is zenélnek. Nagyon sokat játszunk a Félharmóniának, de Dél-Dunántúl, a korábbi évadokban pedig a kelet-magyarországi Félharmónia rendezésében adtunk koncertsorozatot. Most ez a műsor, amivel most itt ez a Jazz Történet előadás, most tulajdonképpen a 90. előadását sánk vagyunk túl, és örülünk, hogy mindig van erre igény. Az együttes legközelebb Kaposváron lépett színpadra, ezt követően Balatonlele környékén állnak a közönség elé, majd a pécsi és a szigetvári hallgatóságnak fognak zenélni. A jövő év elején is több helyszínen szerepelnek, csak márciusban 10 fellépés vár rájuk. A nagyatádi koncerten a zenészek jó hangulatot teremtettek, a diákközönség nyitott volt a zenei kínálat iránt, így a rendezvény elérte a célját.